Én is üdvözlöm a kollégákat, és akkor egy nagyon rövid bemutatót, mert gondolom az utána következő előadások sokkal érdekesebbek lehetnek. Tehát először a bajai kollégákat szeretném bemutatni. A Bajai Területi Központnál Börzsényné Lantos Veronika az adminisztratív munkatársunk. Az elérhetőségei ott vannak, de egyébként előre mondom, hogy nyilván nem kell ezeket a számokat, feliratokat megjegyezni, hiszen ezek a mi honlapunkon megtalálhatók, tehát bármelyik elérhető. Következő. Telek István kollégánk, fiatal kolléga, tehát nem olyan régen került hozzánk a céghez. Neki még ott abban a térségben bizonyítania kell. Új Zoltán, ő a terület igazgató, Baján mindenki ismeri. Ezzel kapcsolatban csak annyi megjegyzésem volna, hogy lehetett látni, hogy milyen komolyan el van foglalva. Erre egy olyan példa jut eszembe, amikor szembe jött velem valaki az országúton egy kis tárautóval, és telefon volt a fülén, egy papírlap pedig a kezében is, még mellette kormányozott. Tehát a Zoli ilyen mértékben el volt foglalva itt is, amikor a fotó készült. Szekszárdi Területi Központnál kolléganőnk a Miskolciné Ildikó, nyilván a szekszárdi kollégáink azok jól is ismerik. Varai László a növényvédőszer raktárosunk Szekszárdon, tehát gondolom ott is az ottani kollégák sűrűn találkoznak vele. Binder Péter, ő fiatal kolléga, nem olyan régen került hozzánk, és reméljük, hogy eredményes lesz a tevékenysége. Gulyás Imre, ő már hosszabb ideje, dolgozik Szekszárdon, és sokat várunk tőle, amit eddig mutatott, az erre reményekre ad okot. Burger Ervin pedig a területigazgató Szekszárdon, és hát ő most már azért több éve viszi ezt a vonalat, és úgy érezzük, hogy jól. A Pécsi Területi Központra áttérve egy képet azért beszeretnék mutatni. Itt már úgy kellett volna írni, hogy Pécs kötőjel Szentőrinci Területi Központ. Ezt az épületet megvásárolta a társaszégünk, a Agrotech Magyarország, és ha minden igaz, akkor egy hónapon belül, amikor elkészülünk, akkor ide ki fogunk költözni. Tehát az Agrotech, a szerviz, az alkatrészellátás, illetve a területi központ vetőmagraktára is ide fog költözni, Szentőrincre, a 6-os út mellé. Tehát a baranyaiak azok jól ismerik ezt az épületet. Kolléganőnk Bosnyák Barbara, aki az asszisztensünk. Hák Norbertet szintén gondolom nem kell nagyon bemutatni, a növényvédőszer raktáros. Almás Gyula, ő a dél-nyugat dél-baranyának a területi képviselője. Kelemen Tibor az északi területeken tevékenykedik, illetőleg Tolnába is egészen Regőig van területe. Nagy Tamás, ő az igazgató helyettes, ő egy kicsit hosszabban annyit szeretnék róla mondani, hogy ő már korábban dolgozott nálunk, majd egy rövid kitérő után visszatért hozzánk. Ő ma a helyettesem, és ha minden igaz, akkor a következő évi ilyen bemutatót már ő fogja tartani. Én pedig a Pécsi Területi Központot vezetem, és végül, de nem utolsó sorban bemutatnám Bosnyák Balázs kollégánkat, aki tulajdonképpen a Szentőrinci folyékonyműtrágyi özemnek az igazgatója, és ennek a két megyének, Tolnának és Baranyának az ellátásában vesz részt, és fékezi a mi szárnyaló gondolatainkat, amikor netalántán az árengedmények szóba kerülnek. Köszönöm szépen a figyelmet!